jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Vastag Tamás szórakoztatta a domovári idősebb generációt a kimondottan számukra megszervezett karácsonyi ünnepségen. A város és vezetői fontosnak tartják, hogy kifejezzék hálájukat, tiszteletüket, megbecsülésüket és szeretetüket azok iránt, akik hosszú munkával eltöltött évek után közöttük töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Annak örülünk a legjobban, hogy ezt is tökéletesen meg tudtuk szervezni, hiszen a pandémia ebbe is azért hagyott nyomokat. Nagyon fontosak számunkra az idősek, és azon, hogy a társadalom szempontjából is nagyon fontosak, hiszen akik nem ismeri a múltját, az nem tudja a jövőjét se, és nem jó él a mindennapokban sem. Az időseket mindig meg kell becsülnünk. Azt gondoljuk, hogy ez a rendezvény advent 3. és 4. vasárnapja közt van mindig megtartva. Olyan egyedülálló idős szívében is hozza a melegséget, aki egyébként nap mint nap ezzel nem találkozik. Annak örülök, hogy teltházas mindig ez a rendezvény, és olyan embereket is meg tudunk mozgatni, akikkel évente csak párszor van szerencsénk találkozni. Az idejében és az előző évekhez hasonlóan olyan előadót próbáltunk keresni, akik az ő érdeklődéséhez számot tart, és azt is megszokták már, és az idén is eleget tudunk tenni ennek a kihívásnak, hogy a végén mindenkinek egy szerény ajándékot is át tudunk nyújtani képviselőtársaimmal együtt. Az idősebb generáció tagjairól a hétköznapok folyamán sem feledkezik meg Dombovár város önkormányzata. Remélem, hogy az az ellátó rendszer, amely működik Dombováron, mindenkit megtalál, hiszen a házi segítségnyújtás, a szociális érkeztetés és egyéb olyan apró cseprő gondoknak a megoldására nyitottak vagyunk, amely felmerül náluk. Évek óta működtetünk már egy ingyenesen hívható telefonszámot, és nyilván azt gondolom, hogy nincsenek kőbevésett dolgok, nincs olyan kérés, aminek ne tudnánk eleget tenni, és nem szeretnénk eleget tenni, és mindig arra biztatok mindenkit, hogy bátran hívja ezt a zöld számot. A város által szervezett idősek karácsonyának már hagyománya van a településen. Az előbb már említettem, hogy igyekszünk mindig olyan előadót találni, aki az ő érdeklődésükre számot tart. Az idén egy picit talán egy fiatal emberre esett a választás, az előző években is. Azt gondolom, hogy nagyon jó kontrasztos, hogy idősek adventje van, és őket a fiatalok szórakoztatják. Meghívót ezt nem küldünk ki, mindig meghirdetjük az eseményt, regisztrálni kell, 400 fő befogadására alkalmas a színház termünk. Azt tudom mondani, hogy az első héten elfogyott az összes regisztrációs jegy, tehát gyakorlatilag 5-6 héttel ezelőtt hirdettük meg, és hát sajnos 4-5 hete már nem lehet ide regisztrációs jegyet szervezni. Az ünnepség alkalmával Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a résztvevőket. Beszédében az idősek tisztelete és nagyra becsülése mellett összefoglalta, 2010 óta milyen jobbító intézkedéseket hozott a kormány a nyugdíjasok védelmében. Egy nagyon kedves gesztus, ez is bizonyítja azt, hogy általában az önkormányzatok, de a dombovári önkormányzat biztosan odafigyel az idősebb polgáraira, hiszen tudja azt, hogy önöknek köszönhető az, hogy a városnak ilyen képe van, hiszen az elmúlt évtizedekben önök az aktív munkájuk alkalmával idején építették úgy ezt a várost, amilyennek mi megtapasztalhatjuk, illetve hogy mi azt önöktől megkaptuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az adventi műsor egyfajta tisztelgés is önök előtt, és talán sikerül önöket is ráhangolnia már az ünnepi várakozásra. Kívánok mindannyiuknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket. A színházterem megtelt érdeklődőkkel, akik örömmel hallgatták a nem csak karácsonyi dalokból álló egyveleget Vastag Tamástól. Az előadást követően Pintér Szilárd polgármester és képviselő társai szaloncukorral kedveskedtek az ünnepségen résztvevőknek.